Hát az történt, természetesen mikor máskor, hogy bedöglött a memóriakártyája a csodálatos gépnek, így aztán az Oscar éjszakára egy albetűt nem bírtam fölvenni. Ügyesen, rutinosan, viszont legalább rájöttünk arra, hogy mindenféleképpen mindig kell egy tartalék. Ha akkumulátorból nem is, de memóriakártyából mindenféleképpen. Úgyhogy hála Istennek legalább egy Oscar díjat, egy magyar Oscar díjról sikerült így lemaradni. Úgyhogy ez kicsit cicces. A tegnapi nap gyakorlatilag ilyen félig alvással, félig rohangászással telt. Nem volt különösebben semmi extra. Az Oscar éjszaka után bementem melózni, azt letudtam, hazajöttem, aludtam, aztán kb. Ennyi. Még délután egy kis molyolás volt, meg mosás, meg ilyenek így a túra után, de kb. Ennyi. Most pedig készülődik a blogbejegyzés, illetve hát közben vágosgatom a videókat, viszont most drohanok, mert délben van egy Sun City megbeszélésem, úgyhogy aztnak pedig részletei majd a genyeszanyán fognak majd landolni, úgyhogy a srácok, a milyen bizniszben leszünk, ez hamarosan kiderül, úgyhogy veszem a gatyám, aztán tipli. Na, megbeszélés szászítésekkel zseniálisan sikerült, tök jó lesz, csinálunk egy csomóféle tesztet és kurva sok minden lesz. Úgyhogy most egy kicsit várat magára a dolog, mert időegyezetésiek vagyunk, de baromi jó lesz, úgyhogy srácokkal lesz egy csomó genyeszenyes projekt, úgyhogy király. Na kérem alásom, már is egy másik helyszínen vagyunk, bang! Rohanás van, kérem szépen, mert ugyanis egy gyors egyeztetés érkezik a könyvelővel, mert hogy néha az életben ilyenre is szükség van. Hát közben kiderült, hogy jönnek hozzánk ma vendégek, úgyhogy izibe gyorsan kell valami kaját csinálni, természetesen genyeszenyát fognak kapni. Há! Ezt ők még nem tudják, most még, de majd később igen. Meleg szendvics típusú dolog lesz, illetve ahhoz készítek gyorsan valami fűszervajat, illetve hát ilyen zöldséges mártogatós téma lesz még, ahhoz meg valami joghurtos, tejfölös valami szósz lesz, úgyhogy annak még nekiugrunk gyorsan, aztán irány közlekedni. Pff.